Idén és jövőre is számíthatnak a magyar nyugdíjasok plusz pénzre. Összesen 37 ezer forintot is kaphatnak a nyugdíjprémiumnak és a növekvő inflációnak köszönhetően. Hogy pontosan mire számíthatunk a plusz kifizetésekkel kapcsolatban, arról Balogh Zoltán nyugdíjszakértőt kérdezzük. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Van egy részről a nyugdíjprémium, és van ez az infláció követés. Hogy is van ez? Pontosan tisztázzuk ezeket a fogalmakat. Ez két külön történet. A nyugdíjprémiummal kezdeném. Ez egy aránylag új fogalom. 2009-ben a bajnai kormány révén jött létre ez a fogalom. Két dolognak kell megfelelni. Ha 3,5%-nál nagyobb a GDP növekedés, a várható GDP növekedés, akkor léphet életben ez tehát a fogalom. Pedig idén várhatóan nagyobb lesz. Így van, 2017-ben 4,1%-ot, 2018-ra 4,3%-ot prognosztizálnak. A másik feltétel pedig, ha teljesül a tárgy évi eredménycél, akkor léphet életbe ez a kifizetés. Maga a nyugdíjprémium egyébként mit jelent? Tehát nem ugyanannyit kapnak az emberek egyáltalán, milyen összegben határozható ez meg? Ez annak függvénye is lesz, hogy ki mennyit kap alapból nyugdíjként. Nagyjából ez úgy számolható ki, hogy egy átlag nyugdíjas ilyen 12-15 ezer forint környékén fog nyugdíjprémiumot kapni. Akinek egyébként mennyi a nyugdíja? Hát ilyen 80-100 ezer környékén számolunk átlag nyugdíjra. Ők ilyen 12-15 körül kapnak, természetesen aki ez alatt van, arányaiban kevesebbet fog kapni, aki fölötte van, az arányaiban többet fog kapni. Novemberben fog megtörténni ennek a kifizetése. És ez egy egyszeri juttatás? Ez egy egyszeri juttatás lesz, igen. Ezek szerint ezt egyben fogják kifizetni az infláció követő nyugdíjemeléssel, hogy így mondjam. Igen. Nem tudom, hogy pontosan nyugdíjemelés a definíció, amiről ott beszélünk a másik tekintetben. Nyugdíjkiegészítésnek is hívják, hivatalosan nem tudom, hogy mi a definíciója. Az is nyugdíjként fog megérkezni plusz kifizetésként. Ugye tavalyi évben 0,9%-ról 1,6%-ra prognosztizálták az inflációt. Na most ezt a várakozást megint átírták, egy olyan 2,6% forintromlást vár a jegybank, és ezt az 1%-os kiegészítést fogják januárig visszamenőleg kifizetni a nyugdíjasoknak. Ez is nagyjából ez a 12-15 ezer forint környéke egy átlag nyugdíjasnál. Erre minden nyugdíjas számíthat automatikusan? Igen. És nem kell semmit tenni az. Nem kell semmit tenni, ezt a nyugdíjfolyósító fogja automatikusan intézni, és a novemberi nyugdíjjal fogják egyben megkapni a nyugdíjasok. Legutóbb egyébként mikor történt nyugdíjprémium fizetés Magyarországon? Nem tudom erre a választ sajnos, de mivel hogy a 3,5%-os GDP növekedés az elvárás, és ez mostanában nem nagyon volt érezhető, ezért mostanában nem volt ilyen kifizetés. De tulajdonképpen akkor lehetséges az is, hogy lesznek nyugdíjasok, már ugye említette, hogy a tekintetben fogják ezt kiszámolni, hogy kinek mennyi az alapnyugdíja, hogy akár 50 ezer forint feletti összeget is készhez kapnak egy összegben. Így van, lesznek ilyen nyugdíjasok. Itt ugye felvetődhet a kérdés, hogy jó ez a százalékos kifizetés. A törvény ezt írja elő, ugye itt akinek kevesebb a nyugdíja, az kevesebb mértékben fog ebből részesülni, akinek nagyobb a nyugdíja, az nagyobbat fog meríteni ebből a kosárból. Azért próbáljunk egy picit biztatólag is hatni a nézőkre. Itt említette, hogy azért jövőre már 4,1, aztán 4,3%-os gazdasági növekedés várható. Akkor milyen összegekkel számolhatnak majd nyilván pontosabban évi egy alkalommal a nyugdíjasok nyugdíjprémium? Hát most ugye ennél a 4,1%-os növekedésnél 12 ezer forintot lőnek be körülbelül, hogy ennyit fognak kapni az átlag nyugdíjasok. Most ha 4,3 lesz, akkor ezen 16 ezer forint nagyságrendje lesz egyszerű juttatásként, egy olyan 4000 forinttal több az átlag nyugdíjra kiszámolva, megint csak lehet arányosítani föl és lefelé. Egyébként ezen kívül még vannak olyan juttatások, amik szóba jöhetnek? Egyelőre ez a kettő az, ami ez a nyugdíjkiegészítés és a nyugdíjprémium, ez a két kifizetés. Mennyi egyébként, azt beszéltük, hogy mennyi az átlag nyugdíj, de mennyi pontosan akkor a nyugdíjprémiumnak az alapösszege, és mennyi az, ami az infláció által értékkövetésként mellé csapódik? Nagyjából ez a 37 ezer forint, amiről beszéltünk, ez hogyan jön össze? Ez a kettő együtt. Tehát az átlag nyugdíjasnál kb. 12 ezer forint lesz a nyugdíjprémium része, és ilyen 12-15-20 ezer forint környéke lesz majd az infláció követő nyugdíjkiegészítés. Én azt gondolom, hogy ez elég jó segítség, vagy nagy segítség a nyugdíjasoknak, természetesen, még hogyha egy egyszeri juttatás. És főleg úgy, hogy ez mind egy hónapban fog jönni hozzá, teszik még a karácsony előtt. Karácsony előtt a novemberi nyugdíj mellé hozzájön,
azért ez egy érezhetőbb összeg lesz már. Egyébként mindig ilyen egészen pici, tehát akár 1%-nyit sem elérően növekszik a nyugdíj Magyarországon? Hát ez több olvasatból lehet nézni, a gazdasági növekedés, az infláció hatása, és még sok összetevő az, ami a nyugdíjakat módosíthatja. Ugye itt nagyon fontos arról beszélni, hogy a nyugdíjaknak mi a vásárlóértéke. Tehát amellett, hogy fejlődik a gazdaságunk, amellett, hogy a forint hogy romlik, milyen százalékokat prognosztizálnak, azért azt is szem előtt kell tartani, hogy egy-egy ilyen összegből melyik nyugdíjas hány bevásárlást tud létrehozni. Tehát valakinek lehet, hogy ez csak egy bevásárlásra lesz elő, valakinek meg az egész hónapra többször is el tud menni ebből, úgyhogy ebben is azért nagy a különbség. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen.